everybody's scared, everybody's scared. Maybe to be happy and gentle and kind. Everybody's scared, everybody's scared. Már reggel van. De szép. Eszembe jutott. Tegnap azt mondtam, hogy el kell mennem vasúttal a mamámhoz. Mi van ebbe? Hát ez még lehet, hogy szükségemre lesz. Jó, szerintem induljunk el. Vasútállomás arra. Hát menjünk erre. Akkor. Már benn is áll a vonatunk. Hát ez igazán jó. Hát akkor beszállok ide. Na, hát akkor ide üljünk is le. Már indulunk is. Hát ez nagyon jó. Hát akkor majd a következőnél leszállok. Már meg is érkezünk. Akkor itt le is szállok. Párda felső. Sziasztok, én Nomi vagyok, és bizony ez az intro, ez eléggé jó lett szerintem. Hát amúgy történt egy kis baki, ezt ide most bevágom. Tönkedettem a vonatot. Menj! Mész? Nem érem utol soha, ez garantált. Viszlát! Elszabadult a vonat. Szóval újra kellett tegyem az egészet. Nem tudom, hogy feltűnt-e. Gondolkodt-e már-e azon, hogy nézhetnek ki a magyar vonatok Minecrafton belül? Mert én gondolkodtam rajta, és szeretem is, sőt, utána is néztem, hogy készítette már valaki ilyet. És nem. Viszont mégis. Szóval ezen a pályán, amit tegnap készítettem, nagyon minimalista peronokkal, meg ilyesmikkel, be fogom mutatni ezt a modot, ami mellékesen lehet észrevetitek, de Immersive Railroading. És valaki megcsinálta ezt. És nem csak ezt, hanem egy csomó más vonatot is, viszont ez lett kiadva. Ezért ezt mutatom be. Hát nagyon az Immersive Railroadinggal nem szeretnék foglalkozni, hanem csak a móddal. Szóval elsősorban elmondom azt, hogy a Discord server link a leírásban lesz, hanem le lehet tölteni. De kezdjük is el. Tehát ami ki lett adva, ez elsősorban ez a csörgő, aminek több változata is van. Ha előveszitek innen a főizéből ezt a paintbrush-t, akkor tudtok váltogatni a izé közül. Ez az igazi régi módi csörgő. Ezt még nem is láttam.
ez nyilván ezzel tudsz menni, de nem csak ezzel. Szóval itt a csörgő, egyelőre még csak ez van, és ezzel is lehet menni. Aztán, hogy is hívják ezt? Hú, nagyon nem tudom ezeknek. Nem BDT-vel. Akkor BY kocsi. De jó, hogy rajta van az oldalán. Ennek is tudsz látogatni a kinézetek között. Van ilyen, úristen, micsoda régi kocsi. Hát látszik, hogy mintha valaki kiokádott volna az ablakon. Olyan rozsdás már. Geffit is. De van kopva róla az izé. Megvan ez. Ez a normálisabb. És be lehet menni. Nagyon sokat izéltem, szaragottunk ezzel. De ki lehet nyitni az ajtókat, de ez azt hiszem konkrétan ez immersive roadingban van benne, tehát ez nem a mód. Ez a, nem a módhoz tartozik, de nem biztos. Ilyet nem biztos. Én nem tudtam, hogy ilyet lehet csinálni. Jól, oda lehet vágni az ajtót. Ezt nem lehet kinyitni. Ezt meg vegyük, hogy én nem láttam. És hát leülni nem lehet, viszont el lehet játszani, mintha leülnél. És lehet nézni egy gyönyörű tájat. Tovább lehet jönni, és le lehet szállni, ha úgy érzed, hogy unalmas a kocsi. Vagy hogyha megérkeztél párda felsőre. Aztán ezután jön a BDT vezérlő. Szintén ennek is lehet váltogatni a kinézetét. Van ilyen jó régi módi, meg van a 113-as, a 103-as, 141-es és a régi módi, ami nincsen szám. Ez a nosztalgia kocsi, vagy nem tudom, hogy szokták ezt hívni. De már csak vissza a normális kékre. Ennek is lehet csapkodni az ajtaját. Meg amúgy az összesnek lehet csapkodni az ajtaját, bár nem érdemes, mert rácsapod a kezedre. Igen, magától be is száll, ez tök jó. És természetesen itt is ezt se lehet nyitni, amúgy ez nem tudom, hogy van nyitva, de nyitva van. És itt is el lehet játszani. Igaz, az ablakon nem lehet kiugrani, pedig szeretném megszegni felül ezt az ablakon ki a jolósdit. Hát ki lehet dobni az ablakon szemetet, például, hogyha szemét ez a balta. Akkor nem lehet, de most nem tudom, miről beszélek. Szóval itt van a BDT vezérlő, ebbe is be lehet szállni. És át tudsz menni a kocsiba, de ez is immersive rollingnak a izéje, mottója. De a legérdekesebb az, hogy nyitva lenne az ajtó. Szerintem szálljunk be a főbe, ami húzza vonatot, ennek is lehet nyitni az ajtaját, és ebbe is be lehet szállni. Micsoda meglepő. És itt backlight, headlight és interior light. Interior light az a benti fények, backlight az a hátsó fények, tehát ott is olyan lett. Ha ezt lekapcsolom és a headlightot meg felkapcsolom, akkor a headlight lesz. De most egyelőre egyik se kell. Tehát a következő állomás az tokoly lesz, szóval menjünk el odáig. A numpadre van tervezve az egész, szóval a num8-al lehet emelni a izét, a túltölt, és a num2-vel pedig lecsökkenteni, és hogyha ezt sokan nyomogatjátok, akkor visszafele fog menni a vonat. De én most egyelőre előre szeretnék menni, és ezt kicsit leveszem az OBS-en belül is a hangot. És ezt itt is leveszem. Szóval induljunk el. Remélem húzzuk magunk után a kocsikat. Mert nem akkor én szívbajt kapok. Jóval húzzuk. Milyen dőlöngélős animációja is a vonatnak. Közben itt félbe bajt vagyunk az állomáson mindjárt. És mi mindig 50-nel megyünk. De amúgy a BDT vezérlőből is tudod vezérelni ugyanígy a vonatot. Ez az, már itt is vagyunk. Szevasztok, falusiak, már a fél falut elütöttem, mert feljöttek a sínre. Igazából mondjuk ez csörgővel nem kellett volna.
csörgővel nyugodtan tovább mehettem volna egy... A csörgővel nyugodtan tovább mehettem volna még egy kicsit, mert nem fér be a vonat szerintem. De befér, hát... De. Hát kb. Ennyire hosszú peront építsetek. Szóval még egy kocsit nem mutattam be. Egyetlen egyet. Vagy de. BHV az nem volt itt. Vagy itt volt a BHV. Nem, a BHV az nem, BY volt. Szóval van ilyen kocsi is. Nem tudom, miben különbözik. Ennek is vannak változatai. Ez így lesz. Természetesen ezt is lehet húzni. Ennek is működnek az ajtajai. Szóval bum 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 bum. Hogyha megharagsz a vonat, akkor nyugodtan lehet csapkodni az ajtaját. Nem fognak megbüntetni érte. Szóval itt van ez is, nem különbözik sokkal a vezérlőnek a kocsijától. Csak annyi különbség, hogy itt nincsen vezérlő. Meg én nem ismerem annyira a vonatokat, tehát például utálok például valóságban ilyenen utazni. Én inkább a flörtöt szeretem, meg az ilyen kényelmeseket. Én már nem a régi századokban születtem, amikor ezek voltak, és ezekkel lehetett utazni. Na, de bemutattam mindent. Hogyha immersive railroading tutoriált szeretnétek, akkor megnézzétek meg az interneten. Nem tudok mit csinálni. Nem mutatom be. Szóval, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Discord server link a leírásban lesz. És onnan tudjátok letölteni. Csak ez lesz benne. Szóval... Mert csináljátok úgy, hogy ne szökjön el a vonat lehetőleg. Mert nem tudom, hogy amúgy tényleg ez meg fogom nézni. Mindjárt bevágom azt, hogy megtaláltam a csőgőt, ami elszólt. Szóval sziasztok! Megtaláltam, eljött a végállomásra. És ide belecsapódhatom. Igen, itt van. Szép hely. Szegény. Sziasztok!